Inga Lindström. Ki, kivel, hol? Magyar hangok. Nádasi Veronika, Háda János. Bertalan Ágnes, Kapácsi Miklós. Vári Attila, Mérai Katalin. Nagyon merész volt tőled, hogy mindent magad mögött hagytál, és egészen más életet kezdtél. Én sem gondoltam volna, hogy majd földet művelek és traktort vezetek, miközben enyém Skandinávia egyik legnagyobb diszkója. Egyáltalán nem bántad meg? Eleinte napjában 10-szer is. Az első borjú születésénél tudtam, hogy ez az élet nekem való. Mondd csak, nem akarsz vezetni? Már azt hittem, meg sem kérdezed. Csodás! Nagyon megy ez neked. Amúgy mit keres itt Svédország egyik legnevesebb újságírónője? Tudod, már egyáltalán nem tett boldoggá, hogy nap mint nap politikusokkal találkozom. Ha jól akarod végezni azt a munkát, mindent bevállalsz, ez nekem nem ment. Az álmom egy saját magazin. Imádom a természetet. Látod, ez közös bennünk. Gondolod, hogy a történetem érdekelni fogja az olvasókat? Hát persze. Megvalósítottad az álmod, ezt szeretik? Sokan ugyanis nem merik. Jó kis darab. Tehetek vele egy kört? Nem szoktam idegeneknek megengedni. Ismerjük egymást valahonnan. Várjon csak. Maga nagyon-nagyon emlékeztet egy kedves, régi jó barátomra. Jasper Svenssonnak hívják, bár nem hiszem, hogy ez a név ismerős. Dereng. Egyszer láttam őt Hongkongban, ahol internetes vállalkozást vezetett. Borzasztó egy alak. Azt hallottam, hanyagolja a barátait. Ez így van. Évekig nem hallott magáról, aztán felbukkan, mintha mi sem történt volna. Néha megkéri a barátját, hadd maradjon pár éjszakára. Szégyentelen fickó. Azt kívánom, bárcsak ne fogadná be őt senki. Megérdemelnéd. Igazi hűtlen gazfickó vagy. Örülök, hogy újra látlak. Mi a helyzet? Maradhatnék? Csak néhány napig. Ha találok munkát, keresek egy lakást. A kanapém a tiéd. Addig maradsz, ameddig akarsz. És? Mi is? Hogy vannak a szeretteim? Vagy úgy? Melegen tartottam neked, gyere. Ő lenne az? És? Megy a szekér? Egész nap dolgozom. Azon gondolkodom, hogy fel kéne vennem valakit magam mellé. Az jól hangzik. Most megyek, később találkozunk. Szia! Beállni. Sajnálom, egyáltalán nem vettem észre. Őszintén szólva nem értem, hogy fordulhatott elő velem. Parancsoljon, így jó? Kedden Mikael Parsonnal fog reggelizni. Reggel 9-et beszéltem meg a kávézóba. 12-től fényképezés itt a kiadóban. Szerdán ebéd a miniszterelnökkel. Csütörtökön dr. Modersonhoz megy kivizsgálásra. És van még egy megbeszélése pénteken. Felhívsz, és már itt is vagyok. Állok rendelkezésedre, apa. Ugye mindent megbeszéltünk, Anna. Igen. A többit majd később. Rendben. Anna hozna nekem egy kávét? Persze. Tejjel és cukorral, ugye? Aha. Mi olyan sürgős? Megkaptam az elmúlt negyed év kimutatását. Hát persze, megint a számok. Pernilla, a számok nem rosszak, borzasztóak. A magazinod veszteséges vállalkozás. Szerintem rosszul látod a helyzetet. A múlt hónapban 9000-rel több példányt adtunk el. Nagyon jól tudom, de ettől még ugyanolyan veszteséges az egész. Nézd, tisztában vagyok vele, hogy hosszú időbe telik, míg egy újság megtérül. Apa, mit akarsz tőlem? Hagyjam abba. Jaj. Mindjárt nyomtatják az októberi számot, azt még kiadhatom, vagy azt akarod, hogy szemetesbe dobjam az összes cikket és az elkészült fotókat?
Értem, hogy el vagy keseredve, és tudom, hogy mindened az újság, de te is érts meg engem. Ez egy vállalkozás. Ha legalább láthattam volna egy üzleti tervet, amiből kiderül, hogy alakul a negyed év. Hm? A kávéja, és Jasper Svensson az irodában várja. Nagyon jó, köszönöm. Jasper, pont a legjobbkor. Hadd mutassam be a lányomat, Pernillát. Jasper Svensson, örülök, hogy újra látom. Jó napot. Elnézést a késésért, volt egy kis gondom a parkolással. Részemről a megtiszteltetés, hogy időt szakít rám. Tudom, milyen elfoglalt ember. Azt hiszem, jelenleg ön az egyetlen, aki segíteni tud nekünk. Pernilla, Jasper nekünk fog dolgozni a jövőben. Ez nagyszerű hír. Lényegében a te munkádat segíti majd. Ezt meg hogy érted? Talán újságíró? Jasper vállalkozásoknak ad tanácsot. Figyelj, Pernilla! Ami a magazinot tartalmát, stílusát és külalakját illeti, valóban lenyűgöző. Remek munkát végeztél, a számok viszont. Esetleg volna egy kis ideje, hogy megnézze a lányom magazinját. Talán van kiút. Természetesen. Mit is mondhatnék? Az újság egyszerűen lenyűgöző. Szemed gyönyörködtető. Ugyanakkor veszteséges. Te jó ég, egy új lap esetében ez normális. Adj nekem egy évet, és meglátod, milyen jók leszünk. Esetleg van ötleted a költségcsökkentést illetően? Apa, ebből elég volt. Mielőtt egy ellenőrt farsz a nyakamba, talán illet volna velem is egyeztetned. Ez az én lapom. Igen, amit én finanszírozok. Talán megbocsátod, hogy szükség esetén meghúzom a vészféket, ha úgy látom jónak. Hálás lehetnél. Miért? Hogy nem vetsz azonnal véget a dolognak? Már az is megfordult a fejemben. Figyelj, Pernilla, még fél év haladékot adok az újságodnak, feltéve, ha engeded, hogy Jasper Svensson betekintést nyerjen az adatokba. Szerintem te is... Svensson úr, még szeretnétek pár dolgot megbeszélni. Kicsit meglepődött. Viszont Pernilla profi, ezért rá fog jönni, hogy szüksége van önre. Megnézzük a szerződést. Ön szerint valóban jó ötlet engem a lányára szabadítani? Tudja mit? Ezt ne itt beszéljük, megjöjjön. Annak idején Pernilla az én lapomnál dolgozott. Politikai újságírásban kivételes tehetség. Ki akartam nevezni osztályvezetőnek, de ő visszautasította. Elege lett a napi politikából, mondván változatosabbat szeretne. Azt mondja, szerinte a politika a hazugság és álszentség terepe. Ezek szerint valami teljesen más szeretne. Egyfelől értem, csak nem tetszik. Ez őt persze hidegen hagyja. Nála most minden a természet körül forog. Azt kell mondjam, lenyűgöz, milyen alázattal és lelkesedéssel dolgozik a saját lapján. Mondja meg őszintén, egy olyan kiadónak, mint az öné, nem fér bele egy ilyen ígéretes lap? Tudom, hogy nem nyereséges. A nem nyereséges és a veszteséges lap között nagy különbség van. Ezt ön is jól tudja. Már annak is örülnék, ha legalább nem kéne ráfizetne. Palme úr, mégis mit vár tőlem? Nekem kell megmentenem a lapot. Nekem pontos, mindenre kiterjedő helyzetelemzésre van szükségem. Legyen független és átlátható. Szeretném, hogy a lányom belássa, ennek nincs értelme. Mondja, miért nem szünteti meg egyszerűen? Mert azt nem bocsátaná meg nekem. Azt gondolnám, még az esélyt sem adtam meg neki, ha viszont megmutatnám neki a mindenre kiterjedő elemzést. Van esze? Biztos belátnám. Nos, mikor tud kezdeni? Akár most azonnal. Nagyszerű. Kincsem. Szia. Azt hittem, nem is jössz haza éjszakára. Milyen volt a beszélgetés Mortennel? Szuper. Együtt vacsorázunk ma este? Nem hiszem. Még nagyon sok mindent meg kell ma csinálnom. Nektek viszont szép napot. Szegény lány. Ezt most mire mondod? Minden rendben van vele. Hány éves? Majdnem 30. Szerinted az életnek csak a munkáról kell szólnia? Ha szereti a munkáját, miért is ne? Ugyan, Hella, nem minden nőnek kell férfi ahhoz, hogy boldog legyen. Nem mindnek, de a legtöbbnek. Pernilla jól érzi magát egyedül, ahogy én is. 36 éves szerelő, kitartóan keresi életvidám. Fejezd be és ünnepeljünk. Megvan az állás. Gratulálok. Milyen munkáról van szó? Peter Palme, tudod, a híres kiadóvállalat elnöke felvett a lány alapjához ellenőrnek. A magazin nagyon ígéretes. A címe Élet a mezőkön. Nem hiszem, hogy ismered. Valóban nem. Ez egy női magazin?
És mit csinálsz te ott? Ha, azt, amit a többi helyen. Pénzügyi kimutatást készítek. Hé, ez meg mi akar lenni? Csak nem az interneten akarsz nőt találni? Ne hülyéskedj! 36 éves vagyok, a munkám a hobbim is egyben. Hé, klassz, ugye ezt te sem gondolod komolyan? Nem vagyok jó az ilyesmiben. Nem erősségem az írás. Főleg, ha magamról kell írnom. Ilyesmire nincs szükséged. Egy olyan fickó, mint te minden újjára talál magának jó nőt. Ezt csak te gondolod. Kezd elegem lenni. Folytonos keresés meg csalódás. Csak az idő és a gond van vele. Jól van. Most sikerülni fog. Biztos vagyok benne. Klassz, én azt mondom, kicsit még dolgozzunk rajta, mert az első benyomás szerintem mindennél fontosabb. Dolgozzunk? Tehát mégis segítesz nekem? Még szép. A jövendőbelidre. Lássuk, hogyan tovább. Biztos vagyok benne, hogy valahol a világegyetemben igenis vár rád a nagy ő. Már csak el kell érnünk, hogy felfigyeljen rád. Nos. Szia, kincsem! Amikor együtt voltatok apával, akkor is folyton az igazát bizonygatta? Legtöbbször igen. Elmondod, mi a baj? Ehhez nincs joga. Mindig ugyanaz a lemez. Emlékszem, amikor elkezdtél lovakat tenyészteni, kinevetett. Ebben én is hibás vagyok. Több mint 25 éven keresztül gyakorlatilag nem voltam más, mint egy vonzó kiegészítő. Teljesen elfelejtette, hogy annak idején mezőgazdaságtan tanultál. Tudod, mit gondolok? Szerintem kontrollmániás. Azt hiszi, a dolgok csak akkor működnek, ha az ő kezében vannak. Boldog vagy te egyáltalán? Azért kérdezem, mert az új lap miatt egy nappal látéve dolgozol. Gyakorlatilag nincs is magánéleted. Nincs hiányérzeted? Mi hiányozzon? A munkám az életem. Most arra gondolsz, hogy nincs mellettem férfi. Ugyan, anya. Erre most tényleg nincs időm, arról nem is beszélve, hogy semmi szükségem férfira. Csak lefárasztana. Nem arról van szó, hogy savanyú a szőlő? Csinos fiatal nő vagy. Eljön az idő, hogy társra és gyerekre vágyunk. Lehet, valamikor talán. Most nem ez a fontos. Őszintén szólva, most nem tudom elképzelni. Ott a magazin, most nincs időm a szerelemre. Anya, ugye most nem attól félsz, hogy vénlányként fogok megöregedni, és akkor unokáid sem lesznek? Nem, még úton vagyok a szerkesztőség felé. Á, értem. Igen, megkérni a titkárnőjét, hogy küldje el nekem az adatokat e-mailben. Így rögtön hozzá tudok látni, amint megérkeztem. Természetesen úgy csinálok mindent, ahogy megbeszéltük. Jó, rendben. Viszhal, rendben. Jaj, de. Ahó! Hadd előzzek már! Engedj már előre! Földművesek. Oh. Pernilla, ül az irodában egy nagyon fura alak. Nem iszik kávét, csak sima ásványvizet. Jesper Svensson. Ki? Apám alkalmazottja, vállalkozási tanácsadó. Jaj, ne, ez durva. Apád összép húzza a nadrágszíjat. Igen, gyakorlatilag késztények elé állított. Igazi lelki terrorista. Most már értem, miért hagyta ott anyám több mint 25 év után. Minden esetre, ha nem segíthet nekünk Jesper Svensson, és fél éven belül nem jövünk egyenesbe anyagilag, bezárhatjuk a boltot. Ez szuper. Tudod, nyomoztam egy kicsit. Utána néztem az interneten. Vállalatokat állít talpra. Tudjuk, ez mit jelent. Igyekeznünk kell. Jó, és most mihez kezdünk? Egyelőre fogalmam sincs. Vigyünk neki süteményt. Süteményt? Szia, Pernilla. Hogy sikerült a tegnapi? Nagyon jól. A fickó és a családja sokakat érdekelni fog. Remek történet lesz. Sziasztok! Szia!
Ez így jó lesz. Minden oké? Attól eltekintve, hogy Hela még nem küldte el a szöveget, Jan holnap küldi a képeket, Hammerson asszony pedig még hozzá sem kezdett az interjúhoz. Fő, hogy mi nem adjuk fel. Bizony. Vigyük ketten. Szerintem jobb, ha megyek. Jó napot! Én remélem nem veszi zokon, hogy ideültem. Semmi gond, érezze otthon magát. Önt is megkínálhatom? Köszönöm, nem. Én csak vizet iszom. Gondolom menteset. Valami jobb fajta forrásból, északról. Ha jól sejtem. Ha mindenáron tudni szeretné, inkább délről. Ha nincs más jó, a tisztított csapvíz. Kér belőle? Vagy csak a száraz kenyeret szereti? Abból is csak egy bizonyos fajtát fogyasztok. Szerintem az lenne a legjobb, ha már is nekilátnánk a munkának. Először is láthattam az elmúlt néhány év könyvelését. Nos, ott vannak. Előkészítettük önnek. Ira, Mac, jön a próbakostolás. Ezeket a Lillesundi biósütődében készítik. Kóstolja meg ön is. Nagyon finom. Tehát ez a könyvelés? Igen. Na jó, ez érdekes lesz. Csorrás. Nagyon jó. Mondja. Meg tudja nekem mondani, hogy hol kezdődik pontosan? A sorrend nem egészen világos. A Vízeszven szonór. Remélem, ez megfelel önnek. Persze, tökéletes. Csak tegye oda, kérem. Köszönöm. Pernilla, ugye tudod, hogy találkozod van Astrid Smurlanddal? Ó, te jó ég, már majdnem elfelejtettem. Hívd fel, és mondd meg neki, hogy úton vagyok. Nagyon sajnálom, legközelebb folytatjuk. Menjen csak. Nyugodtan. Én megpróbálom kiismerni magam. Hogy akarja megítélni az újságot, ha még arról sincs fogalma, hogy működik egy igazi lapkiadó? Jöjjön, tartson velem. Így betekintést nyerhet a munkámba. Astrid Smurland készíti a legfinomabb lekvárt Dél-Svédországban. A róla szóló cikket nem sokára nyomtatjuk. Még ebben a lapszámban olvashatják. Az jó. Akkor útközben kicsit beszélhetünk a nyomdáról is. Lassan ugyanis újat kell keresni. Szívesen elviszem kocsival. Az kizárt. Ne válaszol. Szia! Szervusz, édes! Hello! Jó reggelt, Svantje! Jó reggelt! Kérlek, ne haragudj a késésért, ilyen csodálatos reggelit készített nekem. Ő egy valóságos kincs. Nem tudom, mi lenne velem nélküle. Én viszont tudom. Boldog és elégedett lennél. A pontosságról nem is beszélve. Most ezerszer boldogabb vagyok. Javasoljuk Pernillának, hogy legalább az interneten próbáljon magának párt keresni. Nem ismered Pernillát. Ilyesmibe soha nem menne bele. Tegnap mondta nekem, hogy se kedve, se ideje nincs komolyabb kapcsolatra. Ezzel én is így voltam. Mi lenne, ha mi adnánk fel hirdetést a nevében? Talán hozzásegítjük a boldogsághoz. Ez nem fog működni. Nagyon utálja, ha beleszólnak az életébe. Ebben pont olyan, mint én. Mit jelent a beleszólás? Csak segítünk, hogy beteljesüljön a sors akarata. Miközben a háta mögött kavarunk. Ha nem teszünk semmit, akkor biztos nem haladnak az események. Svantje, csináljuk meg. Talán még szórakozunk is egy kicsit. Ne légy gyáva. Bejelentkezünk az én társkereső profilommal, és megnézzük, mi történik. Először is menjünk dolgozni. Mi
Minden rendben? Esetleg segítsek? Nem. Csak szerettem volna önnek virágot szedni. Miféle nő az olyan, akit csak biciklivel lehet utolérni? Ha meg akarja érteni, miről szól az újságom, jó lesz, ha minél hamarabb hozzászokik. Itt minden más, mint amihez a való életben szokott. Ezért szeretik az emberek a magazinomat. Ezért hiányzik nekem már most a városi élet. Átkozott vidék. Itt vagyunk. Szia. Szia. Ne haragudj a késésért. Astrid Smurland, Jasper Svensson. Örvendek. Jaj, elnézést. Muszáj felvennem. Üdvözlöm, Palme úr. Miben segíthetek? Sikerült beszélni a lányommal? Igen, már sikerült beszélnünk egymással. Átnézte a számadatokat? Még nem jutottam hozzá a könyveléshez. Elvártam volna, hogy kicsit gyorsabban ránézzen a számokra. Kell az információ. Minden esetre, amikor a szerkesztőségben kerestem, azt mondták, épp úton van. Palme úr, tudom jól, hogy mik az elvárásai. Nem akarom sürgetni, de szorít az idő. Emiatt ne aggódjon. Így el mindent kézben tartok. Szóval, mikor hallok önről újra? A holnap. Igen. Hallani akarom a koncepciót. Rendben. Viszont hallásra. Mit akar ez a disznó? Szarvastámadás vagy kiadós szex? Egyik sem. Bicikli. Bicikli? Te biciklisztél? Hát jó. Hogy hívják, és mi olyat tud, amit én nem? Ha csak megemlítettem a kerékpártúrát, kibúvót kerestél. Tévútra visz ez az egész. Annak ellenére, hogy csinos. Aha, a nők már csak ilyenek. Indítok egy próbajáratot, velem tartasz? Igen, de én vezetek. Jó. Megpróbáltam végezni a munkámat. Ez a nő mindent megtett, hogy elvegye a kedvemet. Biztos vagy benne, hogy a nő hiányzik az életedből? Komolyan nem értem. Miért akarod magadnak netézni a bajt? Csak úgy árad belőled a cinizmus, amikor szerelemről van szó. Attól, hogy nem találtad meg az igazit, ne vedd el az én kedvemet is, jó? Az igazit? Honnan tudod, hogy megtaláltad az igazit? Most komolyan. Amúgy jelentkezett már valaki a hirdetésedre? Nem tudom, szerintem a szöveg túlzottan... Milyen? Gicses? Csak azért, mert beleírtam a naplementét. Klassz. Te egyáltalán nem ismered a női szív rejtelmeit. A naplemente az egyik legfontosabb kelléke a romantikus társkeresésnek. Mindjárt megtelik az e-mail fiókot. Holnap már azt sem tudod, kinek válaszolni. Szerintem írjunk ennek a naplementés fickónak. Mi legyen a jelige? Rózsa? Nekem ez annó szerencsét hozott. Hela! Jó. Akkor legyen más. Mi illik Pernilához? Ha mindenképpen szükséges, legyen Amarilis. Gyerekkorában ez volt a kedvenc virága. Amarilis. Szuper. Kedves, romantikus. Sziasztok! Szia, kincsem! Már itt is vagy? Igen. Fáradtnak tűnsz. Ettél már valamit? Bekapok egy szendvicset, aztán irány a munka. A sajtos szendvics nem a legtáplálóbb étel. Szantja biztos főz neked valami finomat. Úgy van, ez nagyon jó ötlet. Gyere, menjünk a konyhába. Ott nyugodtan tudunk beszélgetni. Valami gond van? Nincs. Mire gondolsz? Minden rendben. Csak beszélgettünk egy kicsit. Miről volt szó? Hela és én azon gondolkodunk, hogy egy kicsit terjeszkedni kéne. Szeretnénk... találni egy pasit. Egy pasit? Hela úgy érti, hímnem. Szamarad. Mi... mi arra gondoltunk, esetleg vehetnénk egy ményt. És egy kancát is. Számarat. Nos, most biztos nagyon megleptünk ezzel az ötlettel. Most őszintén, ezt tényleg komolyan gondoljátok? Elég lovatok van már, mi a csodának nektek szamár is? Igazad van, kincsem. Helának és nekem még át kell gondolnunk, valóban ezt akarjuk-e. Köszönöm, kicsim, hogy kijózanítottál minket. Na igen, Hela és én időnként nem gondolkodunk reálisan. Most inkább megyek. Holnap ismét küzdenem kell, úgyhogy felkészülök. Sziasztok! Szia! Csak semmi butaság.
ha már! Sajnálom, az ijegységtől semmi más nem jutott hirtelen eszembe. Ne haragudj. Na, folytassuk. Kedves romantikus, igazad van. A naplemente tényleg nagyon varázslatos. Halló, Pernilla Palma üzenet rögzítője. Ha megadja a számát, visszahívom, ahogy időm engedik. Köszönöm. Üdv, Pernilla. Itt Jasper Svensson. Azt akartam mondani, hogy a kirándulás jó volt. Viszont nekem itt komolyan el kell végeznem a munkát, ezért nagyon örülnék, ha holnap át tudnánk beszélni a könyvelést. Igen, én 9-re bent leszek. Viszal? Át kéne beszélni a könyvelést. Hát itt van. Köszi. Tényleg öltönyt veszel a következő bringatúrára? Most nem lesz bicajozás. Végre átbeszélem vele a könyvelést. Bár ezt nehéz könyvelésnek nevezni. Inkább egy halom cetlinek mondanám. Viszont legalább az újságírói munkájával nincs gond. Aha. Mi az, hogy aha? Aha. Elnézést kérek, annyit csak mondhatok, hogy a munkáját jól végzi. A számokhoz nem ért és nem is foglalkozik velük, de ettől még lehet nagyszerű újságíró. Elnéző vagy vele szemben, ez nem függ össze azzal, hogy mellesleg jól is néz ki, vagy igen? Marhaság, csak azért, mert te nem vagy képes fékezni a hormonjaidat, még nem kell nekem is nőt keresni, ugye? Kettőt? Igen. Ezen kívül ismerek jó pár nőt, akik legalább olyan jól néznek ki, mint Pernilla, csak nem olyan fárasztóak. Sőt, negyed annyira sem fárasztóak. Vagy úgy, mindjárt más. Ezek biztosan a naplemente rajongó hölgyeid. Néznek, hányan válaszoltak a hirdetésedre. Fogadok rád. Nem kötök fogadást. Elnézést, bocsánat, már el is felejtettem. A szerelemnél nincs komolyabb dolog az életben. Mondtam én neked, a nők imádják a naplementét. És most mit csináljak? Szerintem zárd be a műhelyt, és próbáld kitalálni, hogy a több ezer szépséges nő közül melyik lesz a te imádott hercegnőd. És utána? Amennyiben tényleg csak egyet választasz azok közül, akik megtetszettek, írd vagy mondd meg neki, hogy minél hamarabb szeretnél vele megismerkedni. Szerintem nincs értelme sokáig húzni az időt. Találkozz vele minél hamarabb, és ha mégsem ő az igazi, majd írsz a többinek is. Hé, mit csinálsz itt ilyen korán? 9-kor kezdjük a munkát Jasperrel. Kár, hogy nekem el kell hoznom a cikket Merkeltől. Merkel ide jön ma a dél felé. Szerintem nem árt, ha nyomást gyakorlok rá. Mondd meg Jaspernek, hogy szörnyen sajnálom, de ismét dolgokat. De... Szerkesztőség, Léna vagyok. Halló, itt Jasper Svensson. Kérem, szóljon Bernillának, hogy nagyjából 5 perc múlva érkezem. Svensson úr, neki el kellett mennie. Azt üzeni, végtelenül sajnálja. De... Még a biciklit is meg kell néznem. Felejtsd el a bicajt. Kaptunk egy üzenetet. Jelige? Naplemente. Válaszolt nekünk. Már is szeretne találkozni Pernillával. Ez remek. Nagyon boldog vagyok, és oda megyek a Damarcóhoz. És miről ismerjük fel egymást?
Természetesen egy Amaryllis mintájú táska lesz nálam. Amaryllis. Amaryllis. Jól van. Autóval tilos a behajtás. Nagyon örülök, hogy látom. Parancsoljon. Nagyon szívesen segítek. Ha már ilyen kedvesen megkért rá. Hadd találjam ki, nincs foltozója? Vagy esetleg azt sem tudja, hogy működik? Mit keres itt? Nincs jobb dolga, mint a környéken száguldozni. Ha Mohamed nem megy a hegyhez... Egyedül is boldogultam volna. Efelől nincs kétségem. Ő szereti a munkáját? Úgy érti, szeretek-e embereket padlóra küldeni és cégeket felszámolni? Persze, az a legjobb része. Rögtön gondoltam. Biztos jó érzés ártatlan embereken kiélni a hatalmát. Lefogadom, hogy nincs álmatlan éjszakája. Az éjszakákat bárban vagy lokálban töltöm, és minden nő fejét elcsavarom. Kár, hogy maga a féle természetmániás, máskülönben magát is felcsípném. És gondolja, hogy engem is le tudna nyűgözni? Egyértelmű. Valahol minden nő egyforma, akár csak a hozzám hasonló munkát végző férfi. Pernilla, mielőtt teljesen más gondolna a munkámról és rólam, mint ami a valóság, meg kell, hogy mondjam, nem az az elsődleges célom, hogy tönkre tegyem a vállalkozást. Sokszor viszont célra vezetőbb, ha inkább felszámolják az adott vállalatot, mielőtt nagyobb kár keletkezik. Ahogy nálam. Még nagyon keveset tudok a háttérről. Így fogalmam sincs, miért vannak a magazinjának pénzügyi gondjai. Egyelőre még össze se ültünk, így nem tudtuk átbeszélni a problémákat. Eddig csak a természetet jártuk. Kezdem azt hinni, hogy van itt valami szándékosság. Szia, Merkel. Szia, Pernilla. Hello. Csak meg akartam nézni, hogy állsz a munkával. Kell még hozzá valami? Mármint a cikkhez. Úgy volt, hogy ma délben lehatod. Még nem készült el. Délre se lesz meg. Mikorra várhatom? Tudod, hogy 3 nap múlva nyomtatjuk, és 3 oldalt fenntartottam neked. Hozzákezdtél egyáltalán? Rajta vagyok. Mióta hozol erősítést? Először is. Jaspert nem erősítésnek hoztam. Eddig mindig megkaptam tőled, amit megígértél. Másodszor... Árulj el! Miért hozza Pernillát ilyen kellemetlen helyzetbe? Miért nem tartja magát a megállapodáshoz? Nem fél, hogy Pernilla egyszer majd végképp elveszi a türelmét, és keres ön helyett valaki más? Természetesen nem keresek másik szerzőt. Ezt te is tudod. Viszont nagyon jó lenne, ha minél hamarabb leadnád a cikket. Tehát mikor jöhetek érte? Pénteken? Péntek? Az úgy jó lesz. Tehát péntek. 9-re itt vagyok. Rendben. Szia. Viszontlátásra. Nem csodálom, hogy veszteséges a magazinja, ha engedi, hogy a szerzők szabják meg a határidőket. Pernilla, szerzőből rengeteg van. Vezetőszerkesztőként jobb dolga is lehetne, mint itt bóklászni, és egyenként begyűjteni a cikkeket. Ha olvasott volna bármit is Merkeltől, biztos nem mondaná ezt. Teljesen rendben van a péntek. És nekem minden pénzt megér egy ilyen kiváló szerző. Először is honnan tudja, hogy nem olvastam semmit a szerzőjétől? Másodszor elgondolkodott már azon, hogy fog fizetni a sztár szerzőjének, ha ilyen gazdaságtalanul vezeti a vállalkozását? Nagyon kellemes környék. Kár a fáradtságért. Pontosan tudom, mi a véleménye. Ön egy törzsgyökeres... Mi? Városi? Valójában az is vagyok. Hová megy, ha tényleg szeretne kikapcsolódni? Vidékre? Biztos nem. Nekem olyan karibi típusnak tűnik. Hát persze. Legszívesebben hintaágyon feküdnék egész nap. Kezemben koktél, körülöttem pálmafák. Előttem a türkiszkék tenger, mögöttem egy legalább 30 méter hosszú édes vízzel teli medence. Mi a véleménye? Most komolyan. Mondja meg őszintén, mikor volt utoljára valódi szabadságon? Nos, már nagyon régen nem voltam szabadságon. Általában már annak is örülök, ha hétvégén haza tudok menni és lazíthatok. És hol az a híres otthon? A városban, egy apartmanban vagy egy hotelszobában, ahol kiválóan lehet dolgozni. Telefon kikapcs, tévé bekapcs, és rendelek valami kaját. Ezután alszom, legjobb esetben 14 órát egyben.
Úgyhogy árulj el, hogy jutunk lehető leghamarabb a szerkesztőségbe. Talán ismeri a jó öreg mondást, az idő pénz. Szvántje. Elérte a feleségét? Lehet, hogy elfelejtette, milyen nap van ma. Akkor ideje őt emlékeztetni. Nagyon kínos lenne, ha nem tudná, miről beszélek. Na nem. Akik elváltak, nem ünnepelnek házassági évfordulót. Van valami? Szóval... Van egy időpontváltozás, amiről feltétlenül tudnia kell. Gerard Hanson végre beleegyezett az interjúba. Ragaszkodik hozzá, hogy ön mint kiadó is ott legyen. Azt mondta, ön az egyetlen, akiben megbízik. Üldözési mániája van, hát jó, legyen. Az a gond, hogy kizárólag egy nap jó neki. Az viszont üti a Martinsholmi találkozót. Nos, Gerard Hanson mögött egy egész újságíró csapat áll. Ha már hajlandó interjút adni. Jól van, akkor a másikat lemondom és törlöm a szobafoglalást. Pillanat. Van egy jó ötletem. Apa! Üdv szerény hajlékomban. Jöttél ellenőrizni, hogy Jasper sikeresen végzi a feladatát? Pernilla, kérnék tőled egy szívességet. Képviselned kéne a Martinsholmi sajtókonferencián. Tudod, ezen az eseményen jelen lesz a kultuszminiszter. A téma ezúttal sajtó és politika. Már régen megígértem, hogy ott leszek a végén megtartott pódiumbeszélgetésen. Most viszont közben jött egy fontosabb esemény. Üdv, Jasper! Elviheted a jachtomat. Komolyan azt szeretnéd, hogy én képviseljelek? Persze, nagyszerű politikai újságíró vagy. Ott lenne a helyed. Politikai újságíró voltam. Már teljesen más dolgok foglalkoztatnak. Persze, tudom, de attól, hogy most inkább a természet érdekel, még nem vesztetted el a tehetségedet. Köszönöm, de inkább válasz valaki mást. Kérlek, várj egy kicsit. Nekem nagyon fontos lenne, hogy oda menj. Tedd meg ezt a szívességet. Nem fér bele az időmbe. Az anyagi támogatom rövid határidőt szabott. Értem. Most már csak azért se. Elnézést, hogy megkértelek. Pernilla. Tényleg nagyon szeretné. Ennyit megtehetsz neki? Én majd leülök és átnézem a könyvelést. Várj, apa! Ha tényleg olyan fontos neked, akkor oda megyek, jó? Ez kedves tőled. Szólok Annának, hogy küldje el neked a részleteket. Kedves, hogy megteszed. Köszönöm. Te pedig velem jössz. Én? Nem, semmiképp. Kihasználom az időt, és... Csak akkor nézhetsz az iratokba, ha én is ott vagyok. Vagy velem jössz te is, vagy szólok neki, hogy meggondoltam magam. Jól van. Jól van. Találkozol vele? Mégis mit gondoltál? Azért kérdezem, mert úgy látom, nagyon szeretnéd elbűvölni. Hát, lehet, hogy mégsem jó ötlet. Holnap 19:30-kor a Damarcóban Amaryllis. Hát persze, hogy oda mész. Mi a frásztól félsz? Hogy csúnya és unalmas lesz? Valószínűbb, hogy ő fog csúnyának és unalmasnak találni. Egy szerelő, akinek nincs barátnője, és interneten keres társat. Szerencsétlen vagyok. Még a levelet sem egyedül írtam. Ezt senki sem fogja megtudni. Na viszlát, haver, nekem csomagolnom kell. Jó szórakozást. Ne csinálj semmi ostobaságot. Idióta. Érezd nagyon jól magad. Köszi. Jasper gondoskodik róla, hogy ne érezzem túl jól magam. Nézd inkább a dolog jó oldalát. Jasper igazi profi, akitől te is sokat tanulhatsz. Egyszer talán képes leszek végighallgatni, amit mond. Most már tényleg mennem kell. Holnap este már itt is vagyok. Mondd csak,
Nincs kedved velem holnap este olasz étterembe menni? 7:30-kor a Damarcóban. Stockholmban lesz dolgom. Miért ne? Imádom az olasz kaját. Holnap jövök. Ella? Én vagyok az. Sikerült. Sikerült összehoznom a találkozót. Holnap este 7:30-kor a Damarcóban. Remélem, minden rendben lesz. Tényleg működik-e a dolog? Azt hiszi, velem fog találkozni. Ha nem leszek ott, nem fog tovább menni? Nem, ha egy kedves férfi megszólítja. Miről fogja felismerni? A táskájáról. Tudom, hogy a táskája nélkül egy lépést sem tesz. Bárhová megy, viszi magával. Azt mondd meg, mi lesz akkor, ha a fiatalember megkérdezi, tényleg vele van-e rendezvúja, ő pedig azt mondja, nem, neki az anyjával van találkozója. Aztán rájön, mi történt, és elszalad. Igazad van. Tudod mit? Szépen lemondjuk az egészet, és megírjuk szegény fiatalembernek, hogy Amaryllisnek közbe jött valami. Most adnád fel? Ilyen közel a célhoz? Ilyet még véletlenül se tegyünk. Kell, hogy legyen megoldás, muszáj, hogy eszünkbe jusson valami. Pernilla boldogságáról van szó. Életem végéig gyűlölni fog, ha rájön, mit tettem a háta mögött. Nem fog, ha rátalál az igazira. Úgy, mint én. Jó napot. Üdv. Pernilla Palme vagyok. Két egyágyos szobát foglaltak nekem és a kísérőmnek, Jasper Svenssonnak. A konferenciára jöttek. Örülünk, hogy megérkeztek. Kellemes időtöltést kívánunk. Köszönjük. Sajnálom, de van egy kis gond. Palme néven csak egyetlen szobát foglaltak. Az kizárt. Két szobát foglaltunk. Akkor bizonyára félreértés történt. Csak egy szobánk van, ez pedig a tengerre néző egyágyas. Nem. Elnézést, lehet, hogy rosszul értettem. Nincs több szabad szobájuk? Nagyon kellemetlen, de a rendezvény miatt jelenleg telt ház van. Nem. Na igen. Ez esetben haza kell vinned. A konferencia egy fél órán belül kezdődik. Vagy úgy, akkor a következő komppal megyek. Jó. Az első komp holnap reggel indul. Valahol csak van egy kis hely, ahol Svensson úr egy éjszakára. Végtelenül sajnálom. Csak annyit mondjon meg, van az egyágyasban kanapé. Természetesen, mellesleg... Látod, itt a megoldás. Te az ágyon, én a kanapén. Egy éjszakát kibírok. Veledett szobában? Igen. Vagy inkább azt szeretnéd, hogy a kertben töltsem az éjszakát és padon aludjak? Az éjszakák errefelé nagyon hűvösek. Jó legyen a kanapé. Arra. Köszönöm. Ez a legjobb. Úgy fogok aludni, mint egy mormota. Ezen a kanapén maximum egy baba fér el. Annyit megtehettek volna, hogy beraktak egy pótágyat. Ebből ne csinálj gondot, ennél durvább helyeken is aludtam már. Azért azt remélem, hogy nem fogsz emiatt porckorongsérvet kapni. Ahol még a hajamat is meg kell csinálni. Szoktál horkolni? Még egy ilyen kérdés, aztán mehetsz a kertbe aludni. Nagyon sajnálom, Pernilla. Mit? Hogy túl kripli vagy, és nem tudsz kertben éjszakázni? Nem, vagyis azt is, de hogy mi ketten... Nekünk máshogy kellett volna találkoznunk. Köszönöm.
legjobb. Itt gratuláltak az új magazinomhoz. Oh. Persze nem tudják, hogy veszteséges, de ez lényegtelen. Ezt kóstoltad már? Nagyon finom. Kihagynám. Muszáj megkóstolnod. Ne vágj ilyen képet. Amúgy fogalmam sincs mi ez, de attól félsz, hogy mérget raktam bele? Finom. Eszem még belőle. Jó estét. Jó estét. Üdvözlöm. Jó estét. Üdvözlöm. Minden rendben? Igen, semmi baj. Sajnálom, hogy felébresztettelek. Segíthetek valamiben? Nem. Nem, nincs semmi. Én kicsit valahogy... Hívom az orvost. Gyere, feküdj le. Nem kell, orvos. Tudom, mi a gond. Biztosra veszem, hogy valamelyik fogásban osztriga volt. Ha nem bírod, miért tettél össze mindent, anélkül, hogy megkérdezted volna, mi van benne? Jó. Rögtön visszajövök. Jobb valamivel? Igen. Igen. Már sokkal jobb. Ne aggódj miattam. Úgy, csak szerettelek volna betakarni. Biztos, hogy jobban vagy? Igen, jobban. Csak egy kicsit poker. Bernilla, mindjárt 9. Mi? Mennünk kell, 15 óra múlva kezdődik a megbeszélés. Te csak feküdj vissza, nem kell velem jönnöd. Már jobban vagyok. Semmi ellenvetés. Tényleg nagyon szép vagy, Pernilla. Pedig nincs lázad. Nincs. Tudatában vagyok annak, amit mondok. Aludj jól. Halló, klassz? Na? Igen, itt minden rendben. És nálad? Tudod, hogy most már nem hátrálhatsz meg? Jaj, ne, Klász, ne bonyolíts túl. Egyszerűen mondd meg neki, hogy szép. Mesélj neki a naplementéről. Fontos, hogy ne egyél semmi zsírosat, jó?
Ez csak vicc volt. Remélem, szuper lesz a randit. Szorítok neked. Hajrá! Szia! Szia! Ne haragudj a késésért, de nagyon fontos elintézni valóm volt. Mit csináltál? Ugye nem mondtad le a találkát? Ellenkezőleg. Megírtam neki, hogy szeretném, ha nem kerülne szóba, hogy társkereső fórumon ismertük meg egymást. Mert nekem ez nagyon kínos. És? Egyetértett. Ő is kellemetlennek tartja. Fantasztikus vagy. Biztosra veszem, hogy jól sül majd el a dolog. Segítettünk, hogy megismerjék egymást. A többit szerintem bízzuk a sorsra. Apropó sors. Üdv! Szia, Peter! Ha Pernillát keresed, ő sajnos nincs itt. Tudom jól. Én magam küldtem őt Martinsholmba. Na igen. Hamarabb véget ért a megbeszélés, ezért arra gondoltam, hogy... Mégiscsak beszélsz majd vele az új magazin nyáron? Talán hülye ötlet volt. Már azt se tudom, merre járnak a gondolataim. Inkább hazamegyek. Peter, esetleg volna kedved bejönni? Igen. Persze. Igen. Ezt komolyan nem értem. Hogy nem tudom őt elérni? Talán nem akarja, hogy zavarja. Lehet, de ha találkozója van az embernek, talán nem kéne nyomtalanul felszívódnia. Szia, Léna, én vagyok. Figyelj, maradnom kell még egy napot. Nem, nincs semmi baj, én... lennem még jó pár megbeszélésem. Figyelj, ma estére beszéltem meg találkozott anyámmal a Damarkóba, viszont nem tudom őt elérni, hogy lemondjam. Nem jársz ma este véletlenül Stockholm felé? Tényleg? Nagyszerű. Ha el tudnál menni a mozi felé, kérlek, mondd meg neki, hogy sajnos közbejött valami. Köszönöm. Becó, meghálálom. Holnap nagyjából délfelé a szerkesztőségben vagyok. Puszi! Na, szóval... hagyjuk itt mindketten a telefont, és ígyunk valamit. A legfontosabb, ma este még véletlenül se beszéljünk a munkáról. Pedig szerettem volna elmesélni a lap filozófiáját. Jaj, Bernilla, majd holnap, kérlek. Ma még kicsit gyengének érzem magam. Mondtam már, hogy ragyogóan nézel ki. Valahányszor találkozunk. Ez nem túl gyakori. Úgy érzem, mintha egyre csak fiatalodnál. Talán a jó levegő teszi, vagy a csodás környezet és a szép lovak. Talán mindegyütt. És a tény, hogy végre azt csinálhatom, amihez mindig is kedvem volt, ugyancsak jót tesz. Tudod, Pernilla olyan örömmel foglalkozik az újságjával, mint én a lovakkal. Amióta nem a napilap kiadónak dolgozik, teljesen kivirult. Ez talán neked is feltűnt. Elég nagy baj ez nekem. Azóta se találtam senkit, aki olyan jól ír, mint ő. Pontos, napra kész, és nagyon frappáns. Hihetetlen jó stílusa van. Ezek után gondolom nem lett meg, hogy szeretném visszacsalogatni a kiadómhoz. Teljesen biztos, hogy ezt nem azért szeretnéd, hogy kedvedre irányíthasd, ahogy a többi alkalmazottat, és annó engem is. Remélem, nem baj, hogy kézben akarom tartani a dolgokat. Vállalkozó vagyok, tudnom kell minden egyes történésről. A családról nem beszélve. Egy dolgot nem értek. Majdnem 30 éven keresztül úgy tűnt, mintha boldog lennél vele. Miért nem szóltál, hogy gond van? Próbálkoztam. De süket fülekre találtam. Ez akkor tájt volt, amikor befejeztem a főiskolát, aztán amikor az az ötletem támad, hogy nyitok egy lovardát. Soha nem kellett dolgoznod, örültem, hogy eltarthatlak. Nem tudtad volna elviselni, hogy a saját lábamra álljak. Erről van szó. És így van ez Pernillával is. Vicces, hogy szereted, tiszteled és nagyra becsülöd a nőket, csak olyan, mintha nem tudnál velük bánni. Egy nőnek nem erre van szüksége. A legtöbb nő valóban képes megállni a lábán. Hidd el, ha problémánk lenne, bátran fordulnánk hozzád segítségért.
És ha semmi gondotok nincs, akkor már nem is kell a férfi. Egészség. Szóval? Egészségedre. Legyen inkább a betegségre, vagy inkább arra, milyen csodás ez a ma este. Szinte kizárt annak veszélye, hogy ittasan egymás karjaiba omlunk. Szóval, kezdte. Mit? Most jön az a rész, hogy ügyesen meg kell engem győznöd. Megengeded? Nem biztos. Tényleg nagyszerű nő vagy. Én komolyan mondom. Te nem csak gyönyörű vagy, hanem szeretem, hogy ilyen kitartó és csökönyös vagy. Ami a bókot illeti, tényleg nem apróztad el. Látszik, hogy volt honnan merítened. Részemről ez nem üres dicséret. Komolyan is gondolom. Gyere! Jó. Elnézést. Azt hiszem, hogy ön az, akivel találkozóm van. Szereti az Amaryllist? Nagyon szeretem. És ön? Igen, újabban. Tudja mit? Szeretnék egy pohár bort. Persze, jó. Meghívom rá. Feltéve, hogyha nem veszi tőlem zokon. Egyáltalán nem. Magamról annyit, hogy Klass Lundgren vagyok, és nagyon örülök, hogy végre megismerhetem. Léna Moderson. Én is örülök. Végre. Szeretnének valamit enni? Egy spagetti al pestót kérek. Paradicsom salátával. Én is kérek. Viszont fokhagyma nélkül. Bazsalikommal. Már is hozom. Úgy látom, ez jól kezdődik. Elárulja, mit szeret még a felsoroltakon kívül. Csak akkor, ha ön is mesél magáról. Minden érdekel. Egészségedre. Egészségedre. Jó, hogy nem mentünk haza. Kicsit úgy érzem, mintha egy másik dimenzióban lennék. Őszintén szólva nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz veled. A betegség ellenére. Vagy pont ennek köszönhetően. Az alkohol csodákat tesz. Kicsit elfáradt. Átengedem az ágyat.
Nem akarom, hogy engem hibáztassa, miért nem tudtál aludni. Köszönöm a szép estét. Én köszönöm. Jó ét, Peter. Gyakrabban kéne találkoznunk. Dolgozhatnék kevesebbet. Elmennénk csónakázni. Elutazhatnánk. Eddig úgyis csak álmodoztunk róla. Nem bízhatom a lovakat egyedül Helára. Egy hét szabadság talán megoldható lenne. Ami a lovakat illeti, biztosan találnék valakit. Úgy értem, találunk, vagy te találsz valakit, aki ért hozzá. Peter, fáradt vagyok. Muszáj aludnom. Svantje! Várj! Igazán remek munkát végeztél a lótenyésztéssel. De le vagyok nyűgözve. Arra gondoltam, ha én kevesebbet fogok dolgozni, talán te is így tehetsz. Én örülnék, ha visszajönnél hozzám. A régi életünkbe? Azért ez nem volt olyan rossz, azt hiszem. Szerintem nagyon jól összeillettünk. Miért nem adsz még egy esélyt magunknak? Peter, ha adhatok egy tanácsot, vigyázz, nehogy Pernillát is elveszest. Kedves Amaryllis, köszönöm ezt a szép estét. Ez borzalmas. Na jó. Klász, mi a frász van? Jasper, a közelben vagy? Nem, még a szigeten vagyok. Figyelj, muszáj segítened. Egyszerűen csodás volt. Megpróbáltam írni neki, de az egész olyan laposra sikerült. Klász, csak írd meg, mit érzel. Azt nem lehet, Jasper, segíts! Szerinted mit írjak? Mondd meg, mit írjak neki. Klász, nekem most más dolgom van. Meséld el nekem, mi történt pontosan tegnap, és én megírom az e-mailt, jó? Most leteszlek. Szia, Svantje! Úgy látom, még nem vagy kész. Be kéne mennünk a városba, hogy... Valami baj van? Összevesztetek Peterrel? Épp ellenkezőleg. Csodálatos volt az estém. Ezért vagy olyan lehangolt. Azt akarja, hogy menjek vissza. És ez olyan rossz lenne. Te nem ezt akarod? Még mindig azt hiszi, a lótenyésztés hobbi, amit bármikor feladhatok. Még mindig nem érti. Semmit nem ért. Ezt figyeld. Levelet kaptunk a romantikusunktól. Álmomban nem gondoltam volna, hogy találok egy olyan nőt, amilyen te vagy. Lenyűgöztél. A mosolyod, a tekinteted, a gyönyörű szemed, és ahogy a szőke hajadat simítottad. Soha nem megy ki a fejemből. Mikor találkozunk ismét? Ma este 8-kor a kastély előtt. Remélem, látunk egy csodás naplementét. Kérlek, válaszolj, a te romantikusod.
Szőke haj. Biztos, hogy szintévesztő. Nem mindegy. A lényeg, hogy jól érezték magukat. Különben nem akarná ilyen hamar viszont látni. Igen, Peter. Természetesen van jó pár ötletem, de még szükségem lesz néhány napra. Ezt most nem értem. Az eset világos. Önnek mindössze annyi dolga lenne, hogy megfelelő érveket hozzon. Őszintén szólva nem olyan rossz a helyzet. A lánya remekül végzi a munkáját. Biztosra veszem, hogy szilárd alapokra helyezhető a magazin. Nem ezért fizetem magát. Meg kell szüntetni a lapot. Várom a jelentését. Akkor figyeljen ide. Nagy hibát követel, ha meg akarja szüntetni a lapot. Előfordulhat veszteség, viszont... Igen. Tisztában vagyok a szerződéssel. Persze, ha semmi más nem akar, megkapja a magazinnal kapcsolatos ellenérveket. Igen, legkésőbb a jövő hét elejé. Tudtam, hogy nem bízhatok benned. Apa, ez a legalja. Te úgyszintén. A francba, hogy tehettél ilyet? Lefeküdtünk egymással, te pedig a... Tudod mit, felesd el az egészet. Fernilla, kérlek. Kérlek, várj egy kicsit, félreértem. Félreértem? Ne röhögtest ki magad. Azért jöttél, hogy ellenérveket dolgozz ki apám megbízásából. Igen, ez volt a tervem, időközben viszont... Pofont érdemelnék, amiért az ágyamba engedtelek. Idióta voltam. Fernilla, egyáltalán nem értek egyet apáddal. Nem érdekel. Komolyan elgondolkodtam. Az világos, hogy gazdasági szempontból össze kell kapnod a céget. Ezt talán te is látod. Feltéve, ha továbbra is egy saját szerkesztőséget akarsz, holott apádnak nem kéne bérleti díjat. Az apám nem létezik számomra, ahogy te sem. Nem, Kászer úr. Erről egyáltalán nem akarok beszélni, a cikkből kiderül majd. Szívesen adok önnek alkalmat, hogy átnézze a tervezetet. Holnap átküldöm a szerkesztőt, aki majd az interjút készíti. Beszélnem kell veled most. Ha szeretne változtatni, kérem, jelezze felém. Szia, kicsim. Igazán lendületessé tetted a megbeszélést. Engem nem fogsz megvenni. Akármit csinálsz, nem fogod tönkretenni a magazinomat. Bizalmatlan vagy már az elejétől fogva. Nem azért hívtad Jaspert, hogy segítsen nekem. Be akartad bizonyítani, hogy alkalmatlan vagyok. Ez nem fog sikerülni. Mindegy. Pisztolyt is tarthatsz a fejemhez, reménykedhetsz, hogy ezzel talán célba érsz. Mondok valamit, apa. Bizonyos tekintetben a lányod vagyok. Harcolni fogok a magazinért. Ha most azt mondod, hogy nem adsz több pénzt, keresek magamnak egy másik támogatót. Félreértetted a helyzetet. Nem gondoltam volna, hogy nem látod át. Tehetséges újságíró vagy. Csak azt nem értem, miért pont ilyen értelmetlen dolgokra pazarlod a drága idődet. Annyi más csinálhatnál. Világosan megmondtam, hogy nem akarom. Engem kizárólag a saját lapom érdekel, semmi más. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megérteni. Fernilla! Hagyj békén! Ez így nem mehet tovább. Mindenképp beszélnünk kell. Szállj be a kocsiba és... Tudnom kellett volna. Az olyan alakok, mint te, jellemtelenek. Még mindig nem értem, hogy voltam képes neked bedőlni. Nem arról van szó, hogy bedőltél, inkább belém szerettél. Mi? Én is beléd. Én ugyan nem szerettem beléd. Ez nem volt más, mint egy éjszakás kaland. Fernilla, kérlek. Megértem, hogy mérges vagy rám, de... Annak semmi értelme, hogy gyalog menj a szerkesztőségbe. Most szállj be a kocsiba. Megígérem, hogy egy szót sem fogok szólni. Nagyon jó volt veled. Ma is találkozunk. Szia, Léna. Szia. Milyen volt az út? Szuper. Rengeteg újdonságot tanultam. Hogy reagált anyám? Nem volt szomorú, hogy nem mentem? Anyukád? Á, igen, az anyukád. Már úton volt. Tényleg? Nagyon sajnálom. Semmi gond. Jó volt az estém. Jól állunk az anyagokkal. Merkel cikkét leszámítva minden meg. Hogy? Még mindig nem adta le a cikket? Haj, totál kiborít. Oda megyek és elhozom. Majd én. Nem, ez az én dolgom. Bízd ezt rám, hidd el, meg fogom oldani, neked most fontosabb dolgod lenne. Mi a baj? Összevesztetek? Inkább ne is beszéljünk róla. Hé, Mac, úgy tűnik minden meg lesz. Anya, nagyon sajnálom, hogy
Egyáltalán nem is mentél? Hát persze, hogy találkozunk 8-kor a kastély előtt. Tegnap este hirtelen közbejött valami. Remélem, ennek ellenére jól telt az estéd. Nem, alaposan átejtettek. Ezt meg hogy értsem? Még rengeteg dolgom van. Persze, világos, ne haragudj. Nem akarlak feltartani. Arra gondoltam, esetleg szívesen beszélgetnél. Tényleg nagyon sok a dolgom. Szia! Azt mondja, alaposan átejtették. Hogy? A fickó azt írta, csodálatos volt minden. Nem a kastélynál találkoznak? Valami mégiscsak történt. Legszívesebben felpofoznám magam, amiért hallgattam rád. Szerintem itt valami nagy félreértés van. A fickó rögtön beleszeretett. Vajon miért találja szörnyűnek? Ezt ki kell derítenem. Stromberg úr! Stromberg úr, én Jasper Svensson vagyok, a laptó. Stromberg úr, ha-ho, ott van? Ó, elnézést kérek. Én a már említett cikkért jöttem. A cikk? Nos, az... ennél több sajnos nincs. Mondja meg Pernillának, hogy sajnálom. Nagyon jól tudja, hogy Pernilla számít a cikkre. Mi a fene van magával? Ön egy igazán tehetséges szerző. Olvastam néhány írását, és valóban lenyűgözőek voltak. Annak már jó ideje. Csak nem a féle alkotói válságban szenved. Úgy hallottam, gyakran előfordul. Ezen túllendül az alkotó. Vagy tévedek? Főképp, ha olyan tapasztalt író, mint ön? Megosztok önnel egy titkot. Az összes cikket, amit Pernillának leadtam, évtizedekkel ezelőtt írtam. Csak előszedtem a fiókomból, kicsit csiszoltam és aktualizáltam rajta. Most viszont kifogytam. A fejemben sincs már több gondolat. Sajnos kiégtem, már rég. Mi ennek az oka? A tehetség nem tűnik el csak úgy nyomtalanul. Sajnos az alkohol sok mindent megmérgez. Ide húzottam vissza, mert már azon voltam, hogy fogom magam is véget vetek az életemnek. Az elvonulás jelentette a menekülést számomra. Egy ideig el tudtam hitetni Pernillával, hogy van tehetségem az íráshoz. Most már nem megy tovább. Tudom, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe hoztam Pernillát. Kérem, mondja meg neki, hogy sajnálom. Még azt is megígértem, hogy küldök neki bort. Mi a legfontosabb, amit erről a pásztorlányról írt volna? Mi benne az érdekes? Hogy nem fél semmitől. Semmitől, betegségtől, sem az időjárástól, sem pedig a magánytól. Évekkel ezelőtt határozta el magát. És kitart mellette. Csodás szimbiózisban él az állataival, a természet kellős közepén. Semmi sem zavarhatja meg. Az előítéletek sem szekték még a kedvét. Csak magára számíthat. Ráadásul... Várjon, egy perc és visszajövök. Tényleg csak egy percet kérek, mindjárt jövök. Mindjárt! Most pedig meséljen! Jöjjön már, mesélje tovább! Ezt meg hogy értsen? Csak mondja el, én jegyzetelek. Jól van. Akkor haladjunk. A pásztorlány. Jól van, már csak Merkel cikkére várunk. Nem tudom, hol marad Jasper olyan soká. Azt még ki kéne találnunk, hová tesszük majd a pásztorlányról készült képet. Itt vagyok. Merkel írása nagyon jól sikerült. Add ide és beszkennelem. Itt van nálam. Hol? A laptopomon. Az eredeti cikk a folyóba esett, teljesen olvashatatlaná vált, szóval nem lehetett volna szkennelni. Ezért gyorsan lediktálta nekem a szöveget. Ha gondolod, átküldöm neked. Ez ő lesz. Igen? Nem, Palme úr, most egyáltalán nem alkalmas. Ne aggódjon, amint tudok, megyek. Igen. Egy órán belül az irodájában leszek. Igen, egy órán belül. Igen. Viszal, apád volt. Tudod mit? Küldd át magadnak a cikket.
Úgy tűnik, Merkel még a szokásosnál is jobb cikket írt. Srácok, szerintem ez minden idők legjobb írása. Átküldöm neked is, Mats. Kedves Amaryllis. Álmomban nem gondoltam volna, hogy találok egy olyan nőt, amilyen te vagy. Lenyűgöztél. A mosolyod, a tekinteted, a gyönyörű szemed. Ahogyan a szőke hajad simítottad, soha nem megy ki a fejemből. Mikor találkozunk ismét? Ma este? 8-kor a kastély előtt? Remélem, látunk egy csodás naplementét. Kérlek, válaszolj, a te romantikusod. Szia, kincsem! Szia, anya! Most el kell mennem, fontos találkozom van. Nem akarlak feltartani. Majd később. Mondd csak, mi volt olyan borzasztó? Rosszul esett, nem szeretnék róla beszélni. Sajnálom. Jó lenne, ha ejtenénk a témát, rendben? Jól van. Szia! Az világos, hogy akad pénzügyi probléma. A nyomda, a fényképek és a szerzők nagyon sokba kerülnek. Arról nem beszélve, hogy némelyik szerző nem tűnik túl megbízhatónak. Viszont ezen bármikor lehet változtatni. Az a véleményem, hogy semmi nem indokolja a lap megszüntetését. Akkor ez legyen az én gondom. Minden esetre a dolog pontosan úgy áll, ahogy sejtettem. Remélem tudja, hogy a lánya új támogatót fog keresni, ha ön kiszáll. Nem, ha ön azt mondja, értelmetlen. Nagyon rosszul ismeri a lányát. Sokkal függetlenebb, mint gondolná. Peter, él hal a magazinért. Ennek inkább örülnie kéne. Hülyeség! Ez a természet dolog teljesen az agyára ment. Nem ismerek olyat, aki ekkora lelkesedéssel és alázattal végzi a munkáját. Adjon nekem egy kis időt. Kidolgoznék egy költségtervet, ami javít a számokon, de a minőségen nem változtat. Egyáltalán nem érti, ugye? Azt akarom, hogy Pernilla itt dolgozzon, sehol másutt. Tényleg idióta vagy, Peter. Szöntje. Apának is csapni való. Soha nem akartál neki segíteni. Csak be akartad bizonyítani, hogy nélküled nem boldogul. Talán a legjobb, ha most én elmegyek. Tudja mit? Felmondok. Ehhez a tervéhez én nem adom a tudásomat. Lehetetlen feltételeket szabtál, csak hogy visszahozd a szerkesztőségedbe. Fogalma sincs, mi való neki. Azt sem tudja, mihez van igazán tehetsége. Én sem tudtam annak idején, ugye? Szerinted én csak arra voltam jó, hogy háztartást vezessek, és csinos dekorációként pózoljak az oldaladon. Kár, hogy a családod nőtagjai önállóan gondolkodnak. Nem hagyják, hogy te szabd meg, mit tegyenek. Hála az égnek, Pernilla jóval hamarabb fellázadt, mint én. Szantje. Peter, tudod, hogy miért jöttem ide? Mert azt reméltem, hogy egy kicsit elgondolkodsz azon, amiről tegnap olyan hosszasan beszéltünk. Ez megtörtént. Elhatároztam, hogy szépen lassan visszaveszek a munkából miattad. Így tényleg több időnk maradna egymásra. Természetesen nem kéne feladnod a munkádat. Pernilla, itt Jasper. Csak annyit akartam mondani, hogy hamarosan visszaérek a szerkesztőségbe. Kérlek, várj egy kicsit. Szeretnék neked mondani valami rettentő fontosat. Igen. Szia. Pernilla? Ájjájjáj, Klász, mi történt? Nem, Klász, ne haragudj, de most tényleg nem tudok. Úton vagyok a... Jól van. Jól van. Jól van! Ha az életed múlik rajta, oda megyek, jó? Rendben. Mit kell vennem? Rendben. 10 szál Amaryllist, meg lesz. Majd elmagyarázom neki. Rendben. Nyugi, Klász, elintézem. Majd jelentkezem.
történt, átgondoltad? Te mit keresel itt? Azt hittem, ki nem állhatod őt. Ez így is van. Elárulod végre, mit csinálsz itt? Magam is látni akartam. Ki akartam deríteni, mi volt a gond? Szóval igaz. Pernilla, mit keresel itt? Erre bizonyára nem számítottál. Nem, de így legalább meg tudom magyarázni. Jasper, ön hogy kerül ide? Semmi között hozzá. Nem tartozol magyarázattal. Engem ágyba dugsz, miközben... Mi? Te lefeküdtél vele? Anya! Egy pillanat. Akkor ön a romantikus? Micsoda egybeesés! De akkor hol itt a probléma? Ott, hogy nem én vagyok Amaryllis. Neked mi a szerepet az egészben? Halihó! Mondjátok, hogy kerültök ide? Szia! És te? Mondd, hogy nem a szeretőddel fogsz itt randevúzni. De igen. Ez az öné. Te vagy Amaryllis? Igen. Tudjátok mit, nekem mindegy. Pernilla! Kopj le! Menj vissza oda, ahonnan jöttél, Jasper Svensson! Látni sem akarlak. Pernilla, fogalmam sincs most, mi bajod van. Léna! Klász! Szia! Mi a fenét művelt a lányommal? Én? Semmit. Csak beleszerettem. És Pernilla? Ki nem állhat? Persze nem hibáztatom. Sikerült alaposan elbaltáznunk mindent. Elárulod végre, mi volt a szereped az egészben? Igazság szerint nem Jasper akart Lénával találkozni. Ő csak megírta a levelet Klász nevében. Csodálatos levelek voltak. Nem csoda, hogy Léna beleszeretett. Anya, ugye nem az történt, amire gondolok? Az úgy volt, hogy Hela... Tudod, ő Jant az interneten keresztül találta meg. Arra gondoltál, hogy te is keresel? Vagy inkább keresel nekem? Jaj, anya! Nem tudtam, hogy időközben megszeretted Jasper. Egyáltalán nem szeretem. Tévedés volt az egész. Sajnálom, hogy hagytam magam rábeszélni, és kerítőnőt játszottunk Hellával. Nem lett volna szabad. Nem elég nekem, hogy apa is irányítani akar. Még te is beleártod magad az életembe. Mintha életképtelennek tartanátok. Egyáltalán nem vagy az. Épp ellenkezőleg. Csak azt akartam, hogy boldog légy. Meg tudsz bocsátani? Pernilla, jó, hogy itt vagy. Rohannom kell. Beszélnem kell veled. És veled is. Szóval... Gondolkodtam a dolgon. És mire jutottál? Hogy nem vagy normális? Igen, valóban hülye vagyok. Pernilla, be kell, hogy valljam. Jasper segítségével akartalak visszahozni. Mert? Mert visszavennék a tempóból. Több időt szánnék a feleségemre. Ezt komolyan mondod? Igen. Igen. Pernilla... Kérlek, ne keresd magadnak másik támogatót. Segítek egyenesbe hozni a magazinodat, anélkül, hogy beleszólnék. Mondok valamit, apa. Még átgondolom az ajánlatodat. Jól van. Most megyek. Nagy hiba lenne. Még egyszer beszélj Jasperrel. Nem hiszem, hogy kéne. Szeret téged. Ő maga mondta. Vár téged a szerkesztőségben. Akkor élete végén. Várj! Tudom, hogy már felnőtt vagy. Nem akarok beleszólni az életedbe. Most mégis azt mondom, óriási hibát követsz el, ha nem beszélsz vele. Hidd el nekem. Kérlek. És ez mi volt? Tudod, mi a legjobb az egészben? Van, hogy egy életen át nem tanulunk a hibákból. Igen. Itt van ez a helyes darab. Szóval, kinyitni, aztán bekapcsolom és elindítom. Merkel! Szia, Merkel! Szia. Pernilla! Lenyűgöző volt a cikked. Nos, Pernilla, szeretnék kérni valamit. Én ezt ma vásároltam.
Szerinted van itt olyan ember, aki esetleg tudna ebben segíteni? Nemrég beszéltem azzal a fiatalemberrel. Merkel, mi történt? Miután Jasper segített megírni a cikket... Jasper? Igen, a segítsége nélkül még most arra sem készült volna, mert annyit akartam mondani, hogy Jaspernek hála, kicsit elgondolkodtam. És rájöttem, hogy továbbra is szeretnék neked cikkeket írni. Szeretném újra kezdeni. Minden tekintetben. Ennek nagyon örülök, Merkel. Ha segítség kell, itt vagyok. Nagyon köszönöm, Jasper. Még meghálálom ennek. És most magatokra hagylak benneteket. Hála neked, sikerült mindent pontosan leadnunk a nyomdába. Mit csináltál Merkellel? Semmit. Csak legépeltem, amit elmesélt nekem. Pernilla, most várj egy kicsit. Pernilla, szeretnék veled beszélni. Felmondtam apádnál. Nem dolgozom neki. Jó, és? Ez csak apámra is rád tartozik. Nem igaz. Ez elsősorban rólad, rólam és a kapcsolatunkról szól. Nem segítem apádat abban, hogy tönkretegye a magazinodat. Pernilla, én kérlek, ne csináld már! Miattad hagytam ott a munkát, és most simán végignézed, ahogy szenvedek? Nem miattam szenvedsz. Mi van Amaryllisszel? Hogy rendezvúzhatsz a titkárnőmmel? Pernilla, ugye te sem gondolod komolyan? Tudod nagyon jól, hogy Klász nevében vittem azt a csokrot. Szeretlek. Mi lesz a magazinommal? Időközben sajnos nem sikerült megtanulnom a hatékony költségtervezést. Vegyél fel olyan embert, aki írt a számokhoz. És hol találok ilyen szakértőt? Nos, néha közelebb vannak, mint hinnéd. Na és van köztük olyan, aki épp most mondott fel a munkahelyén, ezért új állást keres. Miért akarnék neki segíteni? Esetleg azért, mert... nagyon tetszik neki az eltökéltséged, vagy azért, mert úgy gondolja, nagyszerű újságíró vagy. Netán azért, mert nagyon szeret téged. Te városi vagy. Nem baj. Utálsz bicajozni. Nem baj. És azt hiszed, mi nem ezen a bolygón élünk? Az meg lehet. De tudod, mit mondok? Nálam ez sem akadály.